13-14 ezer dolgozó sztrájkolt országszerte. Erről számolt be a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete. A PDS október 14-ére is országos sztrájknapot hirdetett. Hozzátették, a kormány egy éve szórakozik velük, egy éve alázzák a pedagógusokat azzal, hogy egyetlen követelésüket sem veszik komolyan. A stúdióban Miklósi László. Egy év, erre mondta az előbb Miklósi László, egy másik összefüggésben, a Történelem Tanárok Egyesülete az 30 éve ugyanazt követeli, és úgy szó szerint ugyanaz az összes mondatuk 30 évre visszatekintve, mint most. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Vannak olyan mondataink, amelyek több mint 30 éve azonosak. Milyen volt a mai napja? Sztrájkolt? Igen, mozgalmas volt, és örömteli. Mai nap úgy kezdődött, hogy az iskolában az iskola külső kerítése tel is tele volt rakva transzparensekkel, amelyet a szülők készítettek meg a gyerekek, már a gyerekei, és a szülők akár a gyerekeikkel együtt ott álltak, mint egy sorfalat állva a tanároknak, akik bejöttek, és az iskola tanárainak kétharmada sztrájkolt. A mi iskolánkban ilyen még sosem volt, ha tetszik. Kettőharmada. Ezzel csúcsot javítottunk. Volt, aki azt írta, hogy ez egy igazi kétharmad, a miénk, amikor sztrájkoltunk. Hogy oldották meg a tanítást, ha ilyen sokan sztrájkoltak? Ez egy jó kérdés. Az intézményvezető, HD igazgató, azt beszéltük meg vele a múlt pénteken, hogy ilyen sok sztrájkoló esetén csak felügyelet lehet. Ez azért lényeges, mert hogyha felügyelet van, nem tanítás, akkor a szülőnek nem kell igazolni a hiányzást. Van egy-két más különbség is. Ha tanítás van, kötelező bejönni, és a szülő csak 3 napot igazolhat, be kell írni az órákat, stb. Miután megbeszéltük, hogy nem kell bejönni, pontosabban felügyelet lesz, néhány órával később a szülők kaptak egy levelet, hogy be kell jönni. És ilyen nagyon határozottan, minden úgy lesz, ami eddig, be kell jönni, az elmaradt napokat pótolni kell, ezeknek az állítások nagy része jogilag is egyébként vitatható. Erről egyébként a sztrájkbizottság nem kapott tájékoztatást, hogy pont ellentéte történt, mint amit megbeszéltünk. Majd a mai sztrájkon mi történt? Az iskola nagy részében felügyelet. Hiszen a diákoknak a 3/4 otthon maradt. Itt csalatkozott az intézmény vezető, mert azt hitte több diák lesz, ennek a pressziónak a hatására nem így lett. Mennyire lehet ez országos az önök példája? Mennyire látszik az, hogy így működött szerte az országban? Vagy sok hasonló esetet tudok. Tehát az, hogy az intézmény vezető úgy gondolja, hogy neki pressziót kell gyakorolni. Hallok ilyen történeteket, miközben nyilván másfajta történeteket is hall az ember. De a mai nap végeredménye mégiscsak az, hogy nem csak az én iskolámra igaz az, hogy minden eddiginél többen sztrájkoltunk, hanem ismereteim szerint ma annyian sztrájkoltunk, mint tavasszal, a legerősebb sztrájknapokon, és hogyha jól tudom, akkor ez 20 ezer fölötti szám. Ugye délutáni adat volt az, amit ismertünk. Így van. Az első bejövő adatok, ön már többet tud. Csak azóta újabb és újabb eredmények jönnek, és ismereteim szerint még messze nem jött be minden eredmény. Bevallom, magam is jártam úgy egy korábbi sztrájk esetében, hogy később küldtem el az iskolánk adatait, mert a sok dolog között aznap elmaradt. Tehát nyilván más kollega is járhat így, bizonyos adatok később érkeznek meg. A diákjai mennyire vesznek részt, például most a Kossuth-téri tüntetésen, a hídfoglaláson, a Margit hídnál, vagy a délelőtt is, vagy a reggeli sorfalban? Mennyire lehet tudni, mennyire jeleztek ők maguk vissza, hogy választanak és mit tesznek? Hát volt olyan diákom, aki ma reggel kinn az utcán, miközben éppen írta alá, hogy egyetért a sztrájk követeléseivel, amikor meglátta, hogy éppen fényképezem, illetve videóra veszem, előtte természetesen mindenkit megkérdeztem, hogy tehetem-e, akkor azt mondta, hogy Laci bácsi, pillanat, és kigombolta
a pulóverit kockás ing van rajta. Szóval ez egyáltalán nem egyedi, és mind, aki én két helyszínen voltam most, mielőtt idejöttem, a hídfoglaláskor, illetve a parlament előtt, és mind a két helyszínen találkoztam akár jelenlegi diákjaimmal és szüleikkel, akár korábbi diákjaimmal. Tanár úr, mit tud mondani a diákjainak? Ugye ez a mai esemény, ez nyilván nem azzal jár, hogy holnap minden más lesz. Így van. De nyilván a diákok fogják kérdezni holnap, hogy hogyan tovább. Így van. Én azt gondolom, hogy egyrészt, aki megélte azt, hogy szabadon elmondhatja a véleményét, diákok, akár egy tüntetésen, vagy az iskola előtt, vagy odaíratja a nevét, hogy egyetért valamivel, vagy azok a kollégák, akik ma álltak bele először, és számos ilyen kollégánk van, onnantól kezdve ők nem egészen azok, mint tegnap. És ez nagyon-nagyon fontos. Volt egyébként olyan idősebb kollégám, aki ma a téren azt mondta, hogy fú, most valami történt. Ez mindig utólag derül ki, és utólag annyira okosak leszünk, hogy tényleg ma történt-e valami, vagy akkor, amikor azt az öt embert polgári engedetlenségért elbocsájtották azonnali hatállyal, azt hiszem, hogy tényleg történt valami, nyilván nem úgy kalkuláltak, akik kalkuláltak, mint ahogy történt azóta, hogy ennek mi lesz a folyamánya, meglátjuk. Ezek általában hosszú folyamatok, de hatni fog. És muszáj valamit mondanom. Van egy hatodikos diákunk. Ez a fiú azt a feladatot kapta a magyar tanárától, hogy, mint az osztálytársai, hogy példakép, válaszol egy példaképet és éljön róla. És olyat csinált, ami nekem eszembe nem jutott volna, egy tanáráról írt. És leírta, hogy miért tartja azt a tanárát. Nem tud példaképet mondani, de hogyha írni kell, akkor mégis az adott tanárról írt, és hogy miért tartja példaképének. És utána azt írta, hogy de én nem akarok tanár lenni, mert annyira nem becsülik meg a tanárokat. De hát, hogyha ez változni fog, írta a hatodikos. Hát rajta is múlik majd, hogy ez mennyire fog változni ebben az országban. Jó lenne, ha változna. Miklóssy László, köszönöm szépen. Köszönöm.